Da. Köszönöm szépen, Carpatrébusz, igazán menőséges, hogy szakadna rád a tető! A második film elején kedvenc továbbra is úgy rohan, mint Teodén, de hiába szolgáltatja az igazságos sötét lovaként, kezdi vágni a sündörgést, hogy több bet menőzik, mint bet menezik. Viszont még eme egyedül az otthonában egyedül, bekapogtat hozzá robotnyik és Knuckles, hogy kipkop, kikapog, üssé, üssé ki. Oké. Okay. Ah. Ám de akkor bejön a két farkú róka pár taslit osztani, és ezek után megindul a hajsza azért, hogy ki tudja előbb megszerezni a Simsből a zöld plumbobot. <coughs> Ez a film egy cseszett nagy káosz. Szóval, hogy nem, nem, nem. Főleg nem. Hol kezdjem bogárkáimba? A sztorinál? Jó, legyen a sztori. Ez a történet olyan, mint a forgatókönyv a felénél berontott volna a stúdióba egy két gyerekes család. Van ebben a filmben egy táncpár baj? De te bajod, ha egy spoilernek veszed, amiben Sonic és Tales két percig ropják az Uptown Funkra, ezt a jelenetet egy 8 éves írta, nem? Nem vagyok hajlandó elhinni az ellenkezőjét. De még hogyha csak a kicsi család Zolikája csullantott volna bele a scriptbe, a mert akkor megjelenik az anya, és belefirkant a filmbe egy 20 perces romkomot! A táncolást még úgy, ahogy megértem, mert Sonic és Tails valamennyire akár még kötődhetett is volna két Fortnite tánc lejtések közt, de attól még, hogy a fekanéni pisztolyjal egy gyilkos kombó semmit nem tesz hozzá a filmhez, haló? Aztán ehhez kapcsolódnak a karakterek. Szent habba kuki a karakterek. Ezennel szeretnék is bevezetni a videómba egy új szegmens, aminek a neve leszorom é. Akkor kezdjük is. Sonic pótapjának felesége. Ding-ding-ding! Leszarom! Sonic pótapjának feleségének barátnője, vagy nővére, már nem emlékszem. Ding-ding-ding! Leszarom! Sonic pótapjának feleségének barátnője, vagy nővére, már nem emlékszem. Nek a vőlegénye! Hogy őszinte legyek, amúgy az ő karaktere tök jól ki lett festve, tök kreatívan oldották meg a párhuzamat közte és az apja közt, a gyerekkora engedett igazán nagy betekintést a belső aggájaira is, már őszintén nagyon várom a folytatásba, hogy kezelik majd. Ja várja, nem is, hát én leszarom! És sajna vagy nem sajna, ebbe a kategóriába esik a random hadifószer az első filmből, a rendőr Raven Crooks bandi, meg ja, egy kicsit Tomi is. Ja, és akkor még az üzenet! Miről szóljon ugyebár a Sonic 2? Igen! A barátok lényegessége a család összetartó ereje, a bizalom, a múlt elengedése, a hűség, és a hősség is nagyon fontos üzenetnek, de még tudjátok, mi lenne fontos? Hogy ezeket ki is dolgozzátok! Szóval no, igen, e ez a Sonic 2. Vagyis van itt még valami. Egy kis titok, amit most belesugok a fülecskétekbe, ez a film super denk. Ne nézzél rám így, anya, mindjárt elmondom, hogy miről makogok. Én azt definiálom denk filmnek, aminél a tényleges élvezet a humorból, az akcióból, stb. és a kellemes cringe, ami legtöbbször az annyira rossz, hogy már jó filmekre jellemző, találkozik. Pölöp B-movie, Pókember 3 vagy Sonic 2, jap. Yep. Tehát most a rossz után nézzük meg a jót és a jót. Jó, uninórikus jóságok, minden, ami Sonic. Bár én azért itt megjegyzem, hogy ha a sonic játszó Ben Schwartz-tól kedvem támadt rendszer szerint herótot kapni, de ezen kívül a film sonic úgy, ahogy van a kebelemre kapom. Az akciójeleneteket a vágás során egész hosszú snittekben hagyták meg, ami betojás azt eredményezi, hogy látjuk is, hogy mi történik. T -t Tök jól vannak koreografálva. Na és ha már tojás, Jim Carrey a lélekállatom. Je jelentsen ez bármit is. Imádom, hogy az első filmben még próbálkoztak valamilyen zárkózottságot adni a karakterének a robotokkal meg a múltjával, de ebben a filmben azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy Jim Carrey szövegének csak a felét írták a forgatókönyvírók, a másik fele meg annyi volt, hogy oké okay, Jim, csinálj amit akarsz. És nem félreértendő, értem, hogy itt a gomba bolygón megtörtént egy makulált elme ökörreavatása. avatása, ezért volt igazán kacagtató. Bánnám, hogyha ez lenne az utolsó filmje, de ha így lesz, kívánok mindenkinek ilyen kimenetelt. Robotnyik mellett Knuckles és Tails karaktere is több volt, mint simpla poster poser, ami így tök menő, És a film humorának is így köbő a fele is arányos családos nevetés volt a köbön. Na de, vajon mi lehet a másik fele? Hol van? Hol bujkál? Vagy mondja azt, hogy hova sülhetett? Ha -ha -ha! Ha, -ha, -ha! Ha, 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 ha szereted a szó akkor ajánlott neked ez a film. Viszont, ha nem szereted, akkor ez a film nem ajánlott ez a film kötelező. Nem, de tényleg én nem tudom, hogyan reagáljam le a dolgokat, miután adnak egy olyan short Jim Carrey szájába, hogy én vagyok a tojások ura, most kikelek magamból. <laughs> <laughs> Mint egy kicseszett homogóra sor. Meg hónapot. Az azt mondja hónapot. Ah, Nos, igen. Igen, igen, igen! Imádtam a Sonic 2-t. Élmény fix, Této van nix, és most shits, mert ez egy vicc, spritz, Beatrix, haha! Ha ettől a mondattól esetleg kedvet támad a nyakad köré tekerni egy hosszabbítót, akkor kérlek viszont, hogy úgy kerüld ezt a filmet, mint Karolina Kolerát. Viszont a kedvet támad egy élményre, mi oly könnyed, hogy kicsordul a könnyed, vagy csak szimplán kell egy kis guilty pleasure, akkor szuperszonikus gyorsasággal suhanj a moziba, kap fel pár brót és sziszt, és csapjatok magatoknak egy fergeteges szombat estét. Amúgy meg iratkozz fel, és gyere, bújj te is be, bácsi, hát a bácsi háta mögé, مرد حالا روشن